Szép estét kívánunk a 60 televízió nézőinek, közeleg a karácsony, advent negyedik vasárnapja is közeleg, és itt van velem a stúdióban Krizsán Zoltán atya, a város plébánosa, akit szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen, jó estét kívánok a nézőknek. Atya, szeretnénk kérni tőled egy kis lelki előkészületet itt karácsony előtt, hogyha megteszed nekünk, hogy te hogy készülsz lelkiekben. És mit ajánlasz a kedves nézőknek is, hogy hogy készüljenek lelkiekben? Nagyon sokszor elmondták már, és nagyon sok helyen azt, hogy ez egy rendkívüli advent és rendkívüli karácsony, rendkívüli tél. Gondolhatunk itt a hétköznapokra, a szomszédunkban dúló háborúra, a hatalmas rezsijár emelkedésre, az inflációra, és még lehetne sorolni azokat a gondokat, problémákat, amelyek körülvesznek bennünket, mindnyájunkat, akik ebben az országban, vagy akik Európában élünk. És ezekben a helyzetekben nagyon nehéz úgy kiszakadni, elcsendesedni, és mégis úgy készülni az ünnepre. Tehát itt nekem is itt a plébánián most úgy az utóbbi időben rám szakadt kvázi a plébánia, és minden gondja, rezsiáremelkedés, számlák, és így tovább. Tehát mindenkinek nehéz, ezt mindenki érzi, akár intézmény, akár magánember, család. És hát nem utolsó sorban ebben a helyzetben kell készülnünk lélekben oda karácsonyra, mondjuk azért még advent derekán járunk, és valamit átélni az ünnepből, ebből az egész időszakból. Gyakorlatilag az advent a készületnek az ideje, és az elcsendesedésé. Visszatérő gondolat az akár a Szentírásban, akár az adventi időszakban, amit keresztelő Szent János kapcsán is idéz Máté evangéliuma, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, Izajás próféta írta. És így gyakorlatilag arról van szó, az eredeti szöveg szerint, amit Izajás próféta írt, látta Asszíriában a pogány isteneknek tartott felvonulásokat, körmeneteket, és ilyenkor, amikor nagy ünnep volt a pogányságban, akkor kisöpörték az utcákat, feldíszítették virágokkal, tömérdek mennyiségű ember volt kint az utcákon, és az isteneknek a szobrát a feldíszített utcákon hordozták körül. És ennek kapcsán írja Izajás prófita, készítsétek elő az Úr útját, egyengessétek ösvényét, ami göröngyös legyen, sima úttá. A készület, tehát hogy az isteneknek az érkezésére a pogány emberek földíszítették az utcát. Ezt átvette a próféta, átvette Máté evangéliuma is, és a pogány több isten hitből az egy isten hitre realizálta, és magának az Úr Jézusnak az eljövetelére, a Messiásnak az eljövetelére. Ez a készület, hogy hogyan készítem az én utamat, ez az Isten és az ember közötti út, ez a találkozásnak az útja. Ez azért egy érdekes dolog, mert a Szentírásban nagyon sokszor szerepel az út és az út alatt valamiféle változás. Gondolhatunk itt arra, hogy Jézus feltámadásakor az asszonyok az üres sír láttán az apostolokhoz futottak, egy utat tettek meg, amíg odaértek. Az Emmauszi tanítványok szintén úton voltak, amikor találkoztak azzal az idegennel, akiről később kiderült, hogy maga a föltámadt Jézus. Tehát az úton levés közben az emberben valami változik, és az advent is gyakorlatilag erről szól, hogy a mi utunkon felkészülünk arra, hogy találkozzunk az eljövendővel, az üdvözítővel, Jézussal, a betlehemi gyermekkel. Igazából ehhez hozzátartozik az is, ami úgy ugye napokban jutott az eszembe, hogy sokszor mi romantikázunk karácsonykor, és az adventet is így fogjuk föl. Tehát sokak számára az a készület, hogy bocsánat, itt van egy gyönyörű szép adventi koszorú, földíszítem a lakást, kivilágítom a házat, közben sopánkodok, hogy milyen drága villanyszámla, de fényhárma úszik az udvarom. Ez a készület, ez a külsődlegesség. Ez inkább egy belső találkozásra hív meg bennünket és elcsendesedésre, és arra, hogy realizáljuk azt, amit a Szentírásban olvasunk. Hát gondoljunk csak bele, karácsony éjszakáján fogjuk majd olvasni, hogy az Isten fiának egy kényszer szálláson kellett megszületnie, amit nem is lehet szállásnak mondani, hanem egy istálló, egy betlehemi barlang volt, mert nem kaptak helyet a szálláson, hozzáteszi az evangélium. Tehát belegondolunk-e abba, hogy van egy várandós édesanyja,
ott van egy édesapa, utaznak, és nem fogadja be őket senki. És már a szülés megindult, és nincs hely, ahova behúzódhatnának, hát meglátnak egy üres istállót, és oda betérnek. Tehát ez a realizálása magának annak, hogy az Isten hogyan jön az ember világába. Az sem volt könnyebb, mint a mai helyzet. Tehát sokszor hajlamosak vagyunk arra, hogy romantikázzunk, és úgy kicsit meseszerűen írjuk le ezeket a történeteket. A gyermekek előadják a pásztorjátékban, minden évben a templomokban Jézus születését, de ez a kőkemény valóság, hogy az Isten fiának nem volt hely az ember világába. Senki sem akarta őt befogadni. János evangéliuma írja, ez majd a karácsony ünnepi misének az evangéliuma lesz a prológus, hogy a világban volt a világ, ő általa lett, de a világ nem fogadta be őt. És ez is egy visszatérő motívum az evangéliumokban, hogy hát igen, Isten fia itt van közöttünk, ő szeretne belépni minden egyes embernek az életébe, de mi nem akarjuk befogadni. Mi nem akarunk helyet készíteni neki. Itt hiszem azt és vallom, hogy ma a világ azért ennyire rossz, mert az ember képtelen befogadni az Istent, és ha Isten nem fogadjuk be, akkor szeretet sincs az életünkbe. Hát ez lenne az üzenet. Ez lenne a legfőbb üzenet. Ez lenne üzenet. A legalapvetőbb, igen. Hogy így készüljünk. Nem egyszerű ezt az üzenetet átadni, talán azért, mert ilyen rohanó a világ, vagy ennyire képtelen a mai ember a technika bűvöletében élve mindenhol befelé figyelni? Tudunk ebben segíteni, hogy hogy figyeljünk befelé? Talán az ember a tragédiára kapja föl a fejét a mai rohanó világban, tehát ami eltér a hétköznapoktól, a megszokottól, egy-egy olyan baleset, egy tragédia, vagy egy olyan szuper jó dolog, ami történik. Tehát ezek a végletekben élünk, és sajnos nem veszük észre a mindennapi életünkben a csodát, és ez probléma. És te hogy tudsz készülni? Nyilván egy plébárosnak is készülni kell egyrészt a szent beszédre, amit majd karácsonykor tolmácsol a híveknek, illetve önmagának is, és a szüleinek, családjának, aki hozzátartozója, nyilván megünneplitek ti is az ünnepet. Igen, utóbbi időben foglalkoztat ez a téma, hogy mennyire vagyunk őszinték a másikhoz, mennyire adjuk önmagunkat, akár a munkába, akár a párkapcsolatba, akár a családi életünkbe. Tehát, hogy mennyire vagyok önmagam nap, mint nap, reggeltől estig, mennyire élek állarc mögött, ez kényszerből van-e, vagy csak védekezési mechanizmus az életemben, mert akkor így nem sérülök meg, ha mást mutatok, mint aki vagyok. És gyakorlatilag karácsony üzenetének van egy olyan része is, hogy az Isten fölvállalta azt, ami emberi. Mert ugye azt ünnepeljük, hogy az Isten emberré lett, emberként jött el közénk. Tehát vállalta az emberi életnek minden gyötrelmét, kivéve a bűnt, vállalta a fájdalmat, a szenvedést, a megpróbáltatást, ugyanakkor az örömet, a boldogságot, szeretetet, és így tovább. Tehát ez minden hozzátartozik. Tehát teljes mértékben, 100%-ban az Isten Jézus Krisztusban emberré lett, és mindazt, ami az emberi életünkhöz kapcsolódik, azt ő vállalta. És ezzel megmutatja számunkra azt, hogy verjen fölvállalni önmagam. Tehát kicsit a karácsony ünnepe azt is jelenti, hogy egy önismeretre tanít meg bennünket, hogy ki vagyok én, hova tartok, honnan jövök, és mit jelent az, hogy az én életemnek része lett az Isten. És ha az Isten fölmerte vállalni az emberi életünket, emberségünket, akkor nekünk is föl kell önmagunkat. Tehát sajnos akár politika, média lehetne sorolni, ma abban élünk, hogy gyakorlatilag egy művilágot alkotunk. És a mű mögött úgy megtörpül, eltörpül az ember, elbújunk. Elbújunk a Facebooknak a titokzatossága mögött. Ha nyilatkozunk is, vagy hozzászólunk egy témához, akkor az otthoni fotel kényelméből, nem face to face, tehát nem állok oda a másik elé, és mondom el a véleményemet, vállalva azt is, hogyha éppen nem örömteli, akkor lehet, hogy kapok egy maflást tőle. Tehát elfelejtjük ezt sajnos, hogy vállaljuk fölünk magunkat mindenki előtt, tehát a családban, a hétköznapokban, a munkánkban, párkapcsolatunkban, pedig ez egy fontos dolog lenne. Nyilván, amikor a ember eldönti, hogy
plébános lesz, hogy az Isten szolgálatának állítja az életét, ezt a hivatást választja. Akkor választott újvisésként egy elmondatot is, amely végigkíséri a papi pályafutását, a tiéd mi volt. Szent Pál apostolnak a második korintusiakhoz írott levelében található ez a mondat, hogy elég neked az én kegyelmem. És ez lett a diakonus szenteléskor is ez volt, és papszenteléskor is ez lett a úgymond az újmisési elmondat. Most, amióta betöltöd ezt a hivatást, és egy nagyváros, kvázi mondhatni, hogy az első olyan plébániai állomásod, amely egy nagyváros és önálló plébániai feladatokkal bír, mennyire tudod ezt a bibliai ígét mindennapokban beleszőni, és ennyire mennyire nehéz esetleg egy lelkipásztornak ezt a mai hívek világát irányítani? Utóbbi időben azt veszem észre, hogy egyre nehezebb úgy az örömről, az evangéliumról tanúságot tenni, hogy az emberek nagy része nem tud örülni semminek. Ahogy a beszélgetésünk elején mondtam, hogy tehát nagyon sok probléma vesz körül bennünket, családi dolgok. Tehát egy-egy gyomtatáskor, amikor az ember beül, úgy kívülről objektívan látja, hogy itt hatalmas probléma van a családjainkban, a házasságokban, párkapcsolatokban, apa-gyermek kapcsolatban. Tehát lehetne sorolni. És ez nagyon nehéz, és ez Isten nélkül nem megy. És ehhez hozzátesszük még azokat a hétköznapi dolgokat, tehát akár a szolgáltatókkal való vita, a számlák kapcsán, a rezsiköltségek kapcsán, és így tovább. Tehát ez nagyon nehéz, és egy egész embert kíván, ezt Isten nélkül nem lehet. Tehát ez úgy eszembe szokott jutni, hogy hát igen, Uram, vagy segítesz, vagy én egyedül ezt nem bírom. De gyakorlatilag ezzel nem csak én vagyok így, szerintem minden pap testvérem vagy, aki lelki pásztor, akár testvér egyházakból ugyanígy van, ugye ez Isten nélkül nem megy. Nem véletlenül kell ilyen sokat tanulni ahhoz, hogy valaki felszentelődjék. Azért is, 7 év a szemináriumban. Igen, nem is a tanulás, hanem itt a kapcsolat. Lelkileg is igen, fel kell készíteni a hivatásra a spirituális atyáknak nyilván, így meg van. Hát meg maga a szeminárium légköre is egymást kell, hogy erősítse. Igen, tehát gyakorlatilag a kapcsolatunk az Istennel. Tehát, hogyha vele nincs meg ez a természet fölötti kapcsolat, akkor ez a világ elszakít tőle, és gyengék maradunk. Tehát Istennel való kapcsolat azt el kell, nem csak nekünk, papoknak, szerzeteseknek, civil embereknek is. Isten kapcsolatot ahhoz szoktam hasonlítani, hogy tehát aki mondjuk párkapcsolatban él, vagy házas, tehát mennyi minőségi időt tölt a férjével, feleségével. Nem csak az, hogy a tévéznek, vagy számlákat meg a hétköznapi, mennyi minőségi időt tölt el vele egy nap. Mert ez kell ahhoz, hogy az embernek egészséges legyen a kapcsolata. Most az imádságainkat, ha megnézzük, mennyi minőségi időt töltünk el az Istennel. És ez nem csak azt jelenti, hogy félálomból elhadarjuk a mi atyánkot, mert az nem imádság. Karácsonyig van még egy kis idő. Azt kívánom a kedves tévénézőknek és mindenkinek, családjainknak, barátainknak, hogy még ebben a maradék adventi időszakban tudjunk elcsöndesedni, tudjunk rákészülni arra, hogy az Isten a mi életünknek is része akar lenni. És igazából, ha meg akarjuk érezni karácsonynak az örömét és békét, az kell, hogy nyitottak legyünk az Istenre, és be tudjuk őt fogadni nap mint nap az életünkbe. És ezekkel a gondolatokkal kívánok a kedves tévénézőknek áldott karácsonyi készületet és boldog ünnepeket. Nagyon szépen köszönjük, és mi is viszont kívánjuk az áldott békés szép karácsony. Köszönöm. Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét. Legközelebb kommentárral jövő héten kedden várjuk Önöket. Addig is kívánok Önöknek minden szépet, jót, jó egészséget, mert az a legfontosabb. Viszontlátásra!